amiről szó lesz, az itt az első számú kísérlet, az alumínium és a jód reakciója lesz. Az alumíniumról mit tudunk? Alumínium. Ahó. Zsoltika, mit tudunk? Megye az AL. Igen. A fémek csoportjába tartozik. Ennyi, hogy ennyit tudunk róla, az nagyon jó. A jódról meg azt tudjuk, hogy az a mitnek a csoportjába tartozik. A fémek csoportjába tartozik, a jód is. Mit mondtunk, hogy meg a választó vonal? A bor és a polonium vonal. Nagyon jó. Bor és a polonium vonal, a jód ettől jobbra van, tehát a jód az egy nem fém. Az alumínium az egy fém. Mind a kettő ilyen por alapban lesz jelen. Egy, fel fogom halmozni majd odalra, előtt látjátok, meg majd ha közelebb jöttök, akkor meg különösen jól fogjátok látni. Tehát ugye van egy vas hálónk, az fölötte egy aszbesztes háló, erre rá fogok önteni jód és alumínium port. Két port összekeverem. Ugye arra számítunk, hogy nem történik semmi, hát mi van akkor, hogy a két port összekeverem. Hát így kapásból nem is fog történni semmi, de utána én valamit hozzá fogok cseppenteni, és akkor megnézzük, hogy akkor történik-e valami. Akkor megkérlek benneteket, hogy gyertek közelebb. És akkor itt már megyek, és hozzákezdek. Jó, benne lesznek a tényében, ez különösen jön. Mit látod?
Izzad. Izzad, írjuk oda, tehát izzad, tehát két kornak a keveréke. Meg még. Lila gáz. Lila gőző gázot látta. Igen, azt láttuk, hogy... És a végén, ami visszamaradt, ez egy ilyen fehér színű por, ezt is írjuk oda tapasztalatok közé, hogy a végén egy fehér színű por maradt vissza ebből a két anyagból. A magyarázat kicsit nehézkes még nálatok, mert még a kémiai tanulmányokban nem jártok azért annyira elől, de szavakkal le tudjuk írni. Leírjuk, hogy alumínium plusz jód, tehát a tapasztalatról beszélek, fel is írja a tapasztalatot, ugye? Alumínium plusz jód. Nem tudjuk, hogy merre felé járunk, az első oldalon vagyunk, az első kísérletnél tapasztalatokat leírjuk, most a magyarázat következik. Tehát alumínium plusz jód, és lett belőle egy új anyag, ez egy kémiai változás, neve az, hogy alumínium jodid. Alumínium jodid. Azt is írjuk oda, hogy exoterm volt a folyamat, láttuk ugye a fényjelenséget, ami erre utalt. Most akkor lehetne azt még kérdezni, lenne olyan okos gyerek, akkor megkérdezni, hogy és mi van a vízzel? Hát hol szerepel a víz ebben a reakcióban? Itt csökkentettük a vizet rá, aztán nem emlegetjük tovább, hogy mi van a vízzel. Hát az elpárolgott, az igaz, de kellett ahhoz, hogy ez a reakció beinduljon. Igaz? Tehát önélkül hiába vártunk volna, viszont amikor a víz ott volt, akkor mindjárt beindult a reakció. Az ilyen anyagokat, amelyek elősegítik egy reakciónak a végbemenetelét, úgy nevezzük, hogy katalizátor. Jó, tehát ezt írjuk még oda, hogy a víz a folyamatban katalizátor volt. Víz a folyamatban katalizátor volt, ez az a anyag, ami elősegíti, hogy végbe menjen egy reakció. És akkor miért mondtam azt, hogy ha egy esőerdőben lennénk, akkor lehet, hogy nem is kellene külön vizet adatni. Magas a pártartalom. Így van, magas pártartalom, az megindítja ezt a reakciót. Ha minden nap esőesne, akkor különösen. Jó.